Augusztus 10-én egy kis ünnepségre gyűltek össze a Tiszató Tagszövetség tagjai. A rendezvényen átadták azokat a megérdemelt elismeréseket, amelyeket a Galambászok hétvégéje elnevezésű nemzeti versenyeken érdemeltek ki a tenyésztők. Hegyi Györgyöt, a Tiszató Tagszövetség elnökét, mint házigazdát kérdeztük, illetve a két legeredményesebb tenyésztőt szólítottuk meg, Takács Gyulát és Strázsi Imrét. Hidegsör és birka pörkölt van az asztalon, tehát ünnepelnek a galambászok. Mi ez a rendezvény? Ez a rendezvény a kitelepítettek napjára a megemlékezés, augusztus 10. Minden évben ilyenkor szoktunk összegyűlni. Ez most már küldőgyűlés elfogadta ezt a dátumot már régóta. Ilyenkor mindig találkoznak azok az emberek, akik az első 10-be benne vannak zónánként. Ez azért van, hogy az emberek mindig tudják, hogy papíron, hogy ki az az első 10. Itt személyesen tudnak találkozni, beszélgetni, elgalambászni, mert lényegében szabad, nincs program, hanem egy szabad elbeszélgetés. Mi bűtenyészette, egymással cserélnek ilyenkor galambokat, hogy mint, stb. Másik, meg ilyenkor már véget ér az országos rendezvény, és ilyenkor már mindig tudunk dicsekedni eredményekkel. Hál' Istennek, Isten adta nekünk ezt az eredményt, hogy Tiszafüred országosan első csapatversenybe, első galamban, de majd a tulajdonos majd jobban beszél, de én büszkébb vagyok, mint ők, mert Tiszafüred érte ezt az eredményt. Na most ehhez, ha így indulunk neki a 2015-ben Magyarország olimpiát fog rendezni, ha így indulunk neki, szeretném, hogyha ebből a tagszövetségből kerül neki az olimpiai bajnok is. Takács Gyulára, én úgy emlékszem, hogy tavaly egy kicsit kesernyés volt ez az értékelés. Valahogy nem minden úgy sikerült, ahogy szerette volna. Most pedig mi történt? Most az történt, hogy a Magyar Galambászok hétvégén az egy nagyon komoly verseny, mert országos versenynek hirdetik meg, Katowicéből, Teplice, Cinovecből és Magdeburgból. Most a Magdeburgból tudni kell azt, hogy 836 kilométer például nekem személy szerint. Tehát ugye ez nagyon hosszú verseny, három zónába osszák az országot. Mi a hármas zónából vagyunk érdekeltek. Most ez a hármas zóna is úgy alakul, hogy van csapat eredmény hirdetve, egyéni eredmény hirdetve, és külön a nemzeti gyűrűs galamboknak az eredményét hirdetik. Csapat eredményben az első három galamba a Trázsi Imre sportásunk országos első, egyéniben harmadik az enyém, negyedik a Trázsi sportásé, hatodik a Trázsi sportásé, tizedik a Trázsi sportásé, nemzeti gyűrűs kategóriába, ebbe a külön kategóriába, pedig a harmadik zónába az első az enyém, tehát országos első. Ezért én nagyon büszke vagyok rá, és majd ha készül róluk egy-két felvétel, akkor láthatja a Tiszafüred közönsége, hogy milyen gyönyörű galambokról van szó, de nem csak szépek ezek a galambok, hanem rendkívül okosak is. Most kérek szépen a tulajdonostól, a tenyésztőtől egy felsorolást. Milyen eredményeket érte? Hát ez szinte, hogy mondjam, 2001-től megkezdtem a versenyzést, attól kezdve az élversenyben voltam minden évben. Nagyon jó hosszú távú eredmények voltak, egyesületi eredmények, zónabajnokságok, kerületi eredmények. Mi volt a háttere, hogy hozzá kezdett galambászni? Volt egy szomszéd bácsi, egy nagypapa? Nem igazán, nekem fiatalkoromban volt a családban is galambok, és úgy kezdtem el galambászkodni. Most mekkora állományom van? Hát most egy olyan 120 darabos állományom van, és ebben versenyzek. Hát nagyon sokat segített a feleségem, hogy önélkül szerintem nem lehetne ezt véghez vinni, ez az egész versenyzést. Hosszasan sorolták, hogy milyen eredményeket értek el a galambjai. Melyiket választaná ki, amiről nagyon szívesen beszél? Nagyon sok jó galambjaim vannak. Voltak katasztrófák, például 2009-ben volt egy kladnói út, ott nagyon sok galambot elvesztettem, ami nagyon jó repülő galambok voltak, közel 20 000 kilométerre szálltak, ami már azért, hogy mondjam, országos viszonylatban is ott vannak az élbe. Ezek nagyon kevés galamb teljesítő olyan eredményeket, azok elvesztek. Utána volt egy másik katasztrófa út, az pedig egy ilyen Szerbia, mert déli útra töptettük. Ott volt egy Jagorina út, ott megint 20 darabot küldtem, abból 16 darab elveszett. Úgyhogy 4 darab maradt belőlük. Utána kezdtem újra építeni az állományt fiatal galambokkal, és így kezdtem el megint jönni fölfelé. Csak az a baj az új építéssel, az ember
csak nem akar annyira elszakadni a élversenyből, és kicsit azért szorítsa a galambokat erősen, versenyeztetés, nem igaz, az igazán kárára válik a galambnak, de azért hál' Istennek most már kezdenek alakulni a galambokból. Amikor frissíti az állományt, akkor hogyan és honnan vásárol? Nem nagyon szoktam frissíteni. Frissítés az elég nagy, mert egy galambát frissít. Héjból lefrissíti, de olyan tenyésztőtől kell venni, ahol tudja az ember, hogy rendben vannak az egészségi körülmények, minden. Én általában, nekem van egy 20 pár tenyész állományom, én abból szoktam átpárosítani, és általában azokat szoktam. Nem olyan jó állományba bevinni galambokat, mert belevisz az ember a fertőzést. Csak azért kérdeztem, hogyha ilyen sok volt a vesztessége, akkor előbb-utóbb csak kell pótolni, hogy az állomány stabil. Azért jó, mert van 20 pár tenyész galamb, és abból bírom pótolni. Meg szoktam majdni 40-50 darab fiatal galambokat minden évben, és abból általában egy pár darab beválik mindig. Sorolták itt a társai az eredményeket. Mikor tudja meg a galambász azt, hogy ő milyen eredményt ért el? Mert azt tudja, mikor hazaérkezik meg, leolvassa a gyűrűt, de mikor kap hírt? Nagyjából általában megtudjuk minden útnál. Egy 2-3 nap leforgás alatt, az interneten fel vannak téve, és akkor megtudjuk a végül is a minden heti eredményt megtudjuk. Hát a végén az összesítő még nincs meg, de már most tudjuk konkrétan, hogy körülbelül ki a bajnok. Hát ott vagyok én is az élben most. Na most volt ez a hosszú távú bajnokság, beneveztem én is a hosszú távba. Szoktam mindig, volt nekem 2009-ben is küldtem, nagyon jó eredmény szállt, 5 darab galambot küldtem el 2009-ben, csak akkor még nem volt a országos, hogy mondjam, felosztva három, mert most három része felosztották az országos három zónára, lett felosztva, és így másabbak az esélyek. Nagyon jó szerepeltek a galambim 2009-ben is. Az 5 darabból mindezőt megjött egy fél órán belül, csak az a baj, aki most a magyarral megfogja a galambot, annak 600 kilométerre van, nekem még 840 kilométerre. És akkor a galamb már elveszi a energiáját, és mire ő oda kerül, hogy leszállja 800, mert az már bizony veszélyes. A jelenlegi állományból van egy olyan galambja, ami csúcs a többiek között eredményesség? Több jó galambom van. Most például most sorolnánk egy 3 darabot, amit most küldtem ebbe a magdeburgi versenybe, a hosszú távú versenyre. Hát ez mostan annyira jól sikerült ez a verseny. Igaz, hogy hosszúra sikerült, mert aznap nem jöttek meg a galambok, mert időjárás véget, mivel ugye 40 fokok voltak, és a galambok megálltak aznap. Másnap reggel jöttek, de ez országos első hely lett. Úgyhogy országos első helyre szálltak. Ennyi volt. Hát az első 10-ben bennem a 3 galambom, egy csapat az 3-nak számít. 3-nak számít a csapat, úgyhogy mind a 3 bennem a 10-ben. Gratulálunk az eddigi munkájához, meg eredményéhez. Még a derbi versenyben is van, egy galamb olyan derbi versenyben is benne van, úgyhogy nagyon jó volt a 3 galamb. Szóval ez egy jó év lesz az ön számára. Szerintem ilyen még ebben az egyesületben nem volt ilyen eredmény, nagyon az országos első. Gyuszi, mi van emögött? Emögött a most nagyon-nagyon kiváló, kiemelkedő eredmények mögött. Nem csak az ön munkáját kérdezem, hanem a többiekét. Tehát először is személy szerint minden galambásznak a sok-sok munkája. Egy nagyon jó közösségnek vagyunk a tagjai most jelen pillanatban. Én ezt nyugodtan elmondhatom, én 40 éve galambászok, most nagyon jó a hangulat, nagyon jó a közösség, mindenki szeretne az eredményekre hajtani, hát úgy néz ki, hogy sikerült. Mennyi segítséget adnak egymásnak, vagy pedig a tenyésztők inkább félve óvják azokat az ismereteket, tudásokat, ami a tenyésztés során összegyűlt? Én már sokszor elmondtam, jó kérdésre jó választ lehet adni. Tulajdonképpen ez mindenkinek a személyes magánügye, de azért azt elmondanám, még soha nem mondtam erre, most elmondom. Ez nem megy másképp, csak egy nagyon jó családi háttérrel. Ha a feleség otthon segít, tehát egyetért, beleegyezik, nem, hogy is mondjam, zehernyéskedik, hogy ez se szabad, meg az se szabad, akkor lehet eredményesen galambászni. Én nyugodtan elmondhatom, hogy elmúltam 40 éves házas, az én feleségem az nagyon segítőkész, és hát ez is beleszámít az eredményességbe. Elnök úr, még egy rövid értékelést kérnék szépen. A Tisztató Tagszövetség hogyan működik? Beváltotta-e azokat a reményeket, elképzeléseket, amit célul tűztek ki, vagy azért van még mit javítani ezen a csapaton? Szerintem beváltotta, hozzáfűzött reményeket oly szinten is, hogy már megkeresik a több egyesületek már az országos vezetést is, hogy ide szeretnének csatlakozni hozzánk. De sajnos maga a szállító kapacitás az végleges. Na most nem akarnánk itteni a kárára bővíteni az egészet, mert akkor
korlátozni kéne azokat az embereket, akik már részes ennek a tagszövetségnek, hogy most már nem küldhetsz csak 10 galambot, mert még felvettünk több egyesületeket. Tehát hál' Istennek, ahogy a elnököd is bent elmondta, hogy ez olyan tagszövetség, hogy ide jelentkeznek a egyesületek, nem pedig elfel akarnak, hanem ide jelentkeznek. Tehát most is van bent 6 egyesületnek is a felvétel kérelme, de sajnos itt tudom mondani, hogy mindet el kell utasítani, mert a szállítási kapacitásunk nem engedi meg, még nem szeretném a meglévő csoportot olyanokkal felmomlasztani, akik minden évben hol itt vannak, hol ott vannak. Tehát szerintem ki kell érdemelni annak az egyesületnek, akit ide legközelebb felveszünk, hogy olyan példamutató munkát végezzen, mint esetleg itt az R17 Egyesület. Találkozunk-e decemberben azon a nagyon nagy díját? Igen, szerintem találkozni fogunk, mert olyan nagy díjkosztót szeretnénk rendezni, hogy szeretnénk az egész sportcsarnokot betölteni. Ha már elkezdjük szervezni október-novemberben, szerintem sok munkával fog járni, de szerintem meg fogja érni. Köszönöm szépen a beszélgetést mindkettőknek, és érezzék jól magukat. Köszönjük szépen.